Én személyesen nem voltam kapcsolatban Ratko Józseffel, csak messziről, a verseiből ismertem őt. Azonban úgy tűnik, hogy most újraolvasva a verseit, egyre inkább személyes ismerősömmé válik, azzal az életművel, amely immár a magyar irodalom elidegeníthetetlen része. Így kezdte köszöntőjét Karádi Zsolt főiskolai tanár irodalomtörténész, de a könyvtár kamaratermében legtöbben olyanok ültek, akiknek személyes kapcsolatuk volt Ratko Józseffel. Tanárok, irodalomtörténészek, és például az a Csikós Sándor színművész is, aki egykoron a költő baráti társaságába tartozott, és sok-sok Ratko verset, dráma részletet mondott tévében, rádióban, színházban, eseményeken, akár temetőben is. És ott volt Bugya István tiszadobbi tanárköltő, aki gyerekkorától jó barátja volt Ratkónak. Százféle vagy ezerféle tanúsága van, de mindenek előtt a ratkói gondolkodás, az értelem, a mindig mindent a logika, a gondolkodás lépcsőivel, mondhatnám iskolájával fejtett meg, és minden kérdésre azzal adott választ, ami ráció. És az indulat, az érzelem, az is ebből a logikából következik, sőt a ratkói hűség ebből következik. Na ezt kellene továbbadni. A Móri Zsigmond könyvtár igazgató helyettese nagykállói ember lévén érzett elhivatottságot a Ratko életművel kapcsolatos kutatásokhoz. A költő életműve a magyarság számára örök életmű, aki ezzel foglalkozik, csak gazdagodni tud általa, fogalmazott ő, aki ezt a mostani évfordulós megemlékezést is megszervezte. Lassan több mint 20 éve foglalkozom Ratko életművével, összegyűjtöttem a folyóiratokban megjelent írásait, kéziratokban maradt írásait. A családdal együtt elkészítettük Ratko József életművének az összkiadását 3 kötetben, a versek, a drámák, drámafordítások és a prózák. Készítettem róla egy átfogó életrajzi bibliográfiát, és a doktori disszertációmat is róla írtam, ami tavaly jelent meg a Magyar Napló kiadó jóvoltából. Ez a konferencia kicsit előrébb lépett az ügyben, hogy tudatosítani kell hozzáértőkkel, de nem csak irodalmárokkal, hanem széles körben is a ratkói műveltséget. És széles körből meríthető az emléke is, hiszen nagyszerű művészek, tudósok voltak a barátai, és ők sok mindent mondhatnának el róla, aminek nem szabad veszendőbe menni, hiszen ha nincs emlékezet, eltűnik az ember, fogalmazott Bugya István.